Tisztelt jelenlévők, tisztelettel köszöntöm Dereskeváros önkormányzati képviselőtestületének alakuló ülésén a Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal Dereske járási hivatalának vezetőjét, Iturné Szilágyi Katalint, Búcsú Lászlót, a Hajdú-Bihar megyei önkormányzatnak az alelnökét, Vadász Istvánt, Dereskeváros őrparancsnokát, és a helyi választási bizottság tagjait, a megválasztott önkormányzati képviselőket, családtagokat és valamennyi kedves vendégünket. Megkérem Valga Zoltánt, a helyi választási bizottság elnökét, tartsa meg tájékoztatóját a választás eredményéről. Én is tisztelettel köszöntök mindenkit. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásának az eredményei. Nerecske városában a névjegyzékben lévő választópolgárok száma 6822 fő. A választáson megjelent választópolgárok száma 2021 fő. A polgármester választás eredménye Bordán Szabolcs 1568 szavazatot kapott, érvényes szavazatot. A megválasztott polgármester Bordán Szabolcs a Fidesz-KDNP képviseletében végzi majd munkáját. Önkormányzati képviselőválasztás. Zákány Csaba József 528 szavazatot kapott. Zsáka Ildikó 834-et. Ási Dósa Mónika Piroska 781-et. Kis Csaba 1060-at. Somi Lajos 244-et. Lénárt Viktor 260-at. Portolá Gyura 1153-at. Békésini Kis Gabriella 975-öt. Benedek Lajos János 344-et. Diószegi József 1022-t. Dombi Lajos 327-et. Szőlősi Anita 728-at. Maklej Zsolt 935-öt. Luxéder Endre István 1236-ot. Kis Gyula 732-t. A megválasztott képviselőtestület összetétele, és itt most kódszám szerint mondom, Zsákai Ildikó, Fidesz-KDNP. Diószegi József, Fidesz-KDNP. Maklej Zsolt, Fidesz-KDNP. Ácsi Dózsa Mónika Piroska, Fidesz-KDNP. Porkoláb Gyula, független jelölt. Luxéder Endre István, független jelölt. Kis Csaba, Fidesz-KDNP. Békésini Kis Gabriella, független jelölt. Megszokott dolog az már, hogy mielőtt eskütéterre szólítanám ki a képviselőket, néhány gondolattal is köszöntöm őket, illetve valamennyiünket, és szerintem az is természetes, hogy a részemről mindig a Bibliából szól egy idézet ehhez a gondolatsorhoz. A példabeszédek könyvének a 16. részéből a 9. verset választottam. Az embernek értelme terveli ki útját, de az Úr irányítja a járását. Az embernek értelme terveli ki útját, de az Úr irányítja a járását. Tisztelt jelenlévők! Rendszerint nem szoktuk rájönni annak a rendkívüli jelentőségére, amit naponta használunk. Mi nincsen tapasztalatunk arról sem, hogy milyen nagy jótétemény az út. De ha valaki eltéved egy idegen városban, egy ismeretlen tájon, egyszerre csak rájön arra, hogy a legnagyobb szükség és a legnagyobb jótétemény az út. A történelem tud arról, hogy háborúk országok vesztek el amiatt, hogy egy sereg, vagy esetleg egy egész nép útvesztőbe került. Magunknak is vannak közvetlen kapcsolatai, mennyire fontos, hogy megtaláljuk az utat egymáshoz. Egyébként elmennénk egymás mellett. Esetleg szembe mennénk egymással. Miért mondom mindezt? A Biblia mindig ennyire közvetlenül, természetesen beszél az útról. Aki utat mutat, életet ad. Aki megtalálja a helyes irányt, az megmenekült. Azt is mondhatnám a Szentírásról, útkeresés, útvesztés, útmutatás könyve.
Most az igében Bölcs Salamon fölteszi a kérdés. Milyen a jó út? Ki találja meg a jó utat? Látszólag két ellenmondásos igazságot fejt ki. Először azt mondja, az embernek értelme megtervezi az útját. Igen, ez az ember. Az embernek a legemberibb, legnemesebb vonása, hogy elhiszi magáról, önmaga irányítja a sorsát. Tudnánk idézni meg annyi népi bölcsességet. Ki a maga szerencsének a kovácsa? Ki korán kell aranyat jel? Segíts magadon, az Isten is megsegít. A gondolatok mögött ott áll egy nagy eszme, hogy ez a világ csak lehetőség, anyag. És rajtunk múlik, alkotókon, tervezőkön, hogy milyen lesz a műreme. Az ilyen gondolat szerint az ember önálló és felelős lény, aki tudja, mi a jó és mi a rossz, és tudja, hogyan kell alakítani a sorsát. Ez tulajdonképpen az önkormányzatiság alapja is. Veszélyes a magyar nyelv. Önmagát kormányozza. Egy-egy közösség megszervezi önmagát. Magának vezetőket választ, önmagát kormányozza. Keresi a helyes utat, mert az ember értelme megtervezi a maga útját. És most gratulálhatnék a megválasztottaknak, és azt mondanám, vegyük át a megbízó levelet. Csak hogy az ige folytatódik. Az ember megválasztja maga útját, de Isten irányítja annak járását. Megint csak mindenki megtapasztalta már a saját életében. Van emberi akarat, és van sors. Van emberi értelem, és van végzet. Ne gondolják azt, hogy én most itt önneprontó szeretnék lenni. Mert a felolvasott igének nem csak egy ilyen végzetszerűsége van. A felolvasott igének van egy másik olvasata. Isten, amikor irányítja az utunkat, amikor ott áll a sorsunk mögött, nem csak a hatalmát mutatja meg, hanem megmutatja a maga szeretetét is. Megmutatja először mondjuk a gondviselésben. Nem akarok végigmenni derecske történelmén. Én csak annyit szeretnék, hogy gondolatban álljunk meg egy-egy emlékműnél, amit évről évre meg szoktunk koszorozni. Március 15-én, október 6-án vagy október 23-án, ugye milyen véres, viharos történelmi pillanatokra emlékezünk vissza. És Isten gondviselő kegyelme századokon keresztül megőrizte ezt a települést. Hisszük, meg fogja őrizni ezután is. Isten nem csak gondviselő. Református lelkészként mondom, Isten eleve elrendelő Isten. Aki nem csak megteremtett bennünket, nem csak gondot visel rólunk, hanem célja van velünk. Isten eleve elrendelő. Mi az ő célja? Jeremiás próféta könyvének 29. részében van egy nagyon szép ige. Jeremiás egy nagyon nehéz történelmi pillanatban így biztatja a népét. Csak én tudom, mi az én tervem felőletek. Ezt mondja az én Uram, az Úr, én békességet és nem romlást tervezek. Gondolom a képviselőtestületnek, polgármester úrnak már meg annyi terve van, elképzelése, jó gondolata. És milyen jó gondolni, tudni azt, hogy mielőtt belekezdenének a munkába, belesimulhatnak egy nagy, örök isteni tervbe. Hogy milyen lesz az elkövetkezendő ciklus, biztos lesznek benne próbák, sikerek, küzdelmek, kudarcok. De ne felejtsük el, csak én tudom, mit terveztem felőletek, mondja az Úr. Én békét terveztem, és nem romlás. Ha ezt tudjuk, attól kezdve bizakodva lehet az elkövetkezendő 5 évben mondani, mert már nem átok, nem figyelmeztetés, hanem roppant biztatás. Az ember értelme megtervezi az útját, de Isten irányítja annak járását. Ez az Isten áldja meg,
településünket, annak képviselőit, polgármesterét, valamennyi lakóját, hogy megfeleljünk Isten tervének, a békességnek, és nem a romlásnak. És akkor most megkérném a képviselőket, hogy fáradjanak ki eskütételre. A jelenlők persze majd állva legyenek tanulni az eskütételnek. És akkor mondanám az eskü szövegét, taboltam, és legyenek szívesek utána már. Én becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. Önkormányzati képviselő tisztségemből eredő feladataimat. Nerecske fejlődésének előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segíjen. Ács Dózsa Mónika Piroska. Békésénő Kis Gabriella. Diószegi József. Kis Csaba. Azt marad, ez viszont van egy. Luxéder Endre István. Maklej Zsolt. Porkoláb Gyula. Zsáka Ildikó. Kérem a képviselőket, hogy fáradjanak a helyükre. A következő pontunk polgármester úrnak az eskütétele lesz. Hát itt nem kérem, hogy jöjjön elém, csak azt, hogy forduljunk egymással szembe polgármester úrral. Én Bordán Szabolcs. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. Polgármesteri tisztségemből eredendő feladataimat. Nerecske fejlődésének előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segíjen. A jelenlévők foglaljanak helyet. Köszönöm.
megbízó levél átvétele. Köszönöm szépen. És nekem egy egyetlen feladatom van, a város kulcsának az átadása. A kulcs az mindig a hatalom jelképe volt. A kulcs, amely megnyit, a kulcs, amely kizár. A kulcs átvitt értelemben mutatja a ránk váró feladatokat, ugyanakkor eszköz azoknak a megoldásához. Egy szójátékkal élve, én kívánom polgármester úrnak, hogy minden kulcskérdésnél legyen számára a megoldás kulcsa, az értelem és a bizalom. Isten áldja meg munkáját. Tisztelt jelenlévők, kérem hallgassák meg a Derecske Bocska István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanárának előadását. Thank you.
Kedves derecskeiek, nagyon köszönjük azt a támogatást, amit kaptunk. Nagy öröm számomra, hogy eljött ez a nap. Elkezdjük a munkát, van mit tennünk. Egy új helyzet alakult ki körülöttünk. A második, inkább a másik főváros közelsége, ami Debrecen, és ennek a fejlesztése, sokasága bizalommal tölt el bennünket, és nagy cselekedetre sarkal. Helyet kell állnunk, meg kell találnunk Derecske helyét. Valósan át kell lépjünk a 21. századba. Jövőképünk, ahol Derecske lakosság száma közelíti végre a 10 000 főt, sőt, meghaladja azt. Egyre több munka lehetőség, egyre magasabb színvonalú szolgáltatások jelennek meg itt helyben, egyre élhetőbb a településünk. Derecske egy kis ékszerdoboz, amiben benne van a gyémánt. Ezt kell mi is meglássuk, és megláttassuk a környező településekkel, egész Magyarországgal, a Kárpát-medencével. Édesapám utolsó szavai csengenek a fülemben, amelyet 2013. június 19-én mondott nekem. Fiam, menjetek, csináljátok a dolgotokat. Az útmutatását azóta is követem. Csinálom a dolgomat, és most már csináljuk a dolgunkat. Feladatunk adott, eszközeim megvannak. Derecske fejlődésre van ítélve, rajtunk múlik, hogy ez mikor következik be. Az elkövetkező időszakban fontos lesz a gazdasági fejlesztés, a népességszámnövelés, a pihenés, szórakozás lehetőségének megteremtése. Ez a három alappillér a stratégiánknak. Mind a három egymást építi, ha fejlődik a gazdaság, növekedhet a népességszám, és ezáltal újabb igények jelent meg a szolgáltatások területén, ami újabb gazdasági fejlődés vonz maga után. Lendületbe kell hozni a várost, melynek alapjait megteremtette az előző képviselőtestület. Csak is együtt, egymást kiegészítve, sok színűségünket kihasználva tudjuk megvalósítani elképzeléseinket. Fontos a munkahelyteremtés. Városunk munkaképességű lakosságának 49%-a eljár dolgozni Derecskéről. Ennek a hatalmas potenciálnak egy jó részét munkahelyekkel, fejlesztésekkel helyben kell tartani. Ezért szükséges bővíteni az ipari parkot, ösztönözni kell a vállalkozásokat. Debrecen és az autópálya földrajzi közelségét maximálisan ki kell használni. Erős lobby tevékenységgel, határozott elképzelésekkel, a helyi összefogás megszervezésével, közösségi célú elképzelésekkel kívánunk hozzájárulni a településen felmerült igények megvalósításához. Kiemelt figyelmet kell fordítani tovább a lakhatás letelepedés támogatására is. Hisz Derecske lakosságának létszáma 2010 és 18 között 800 fővel csökkent. Ez 200 család elvesztését jelenti. A természetes fogyás ellensúlyozása nézetünk szerint a fiatalok igények kielégítésével lehetséges. Életminőséget javító sportolás és szórakozás lehetőségek bővítésével kell, hogy foglalkozzunk. Szükség van a városban idősek otthonára is. Kiemelten kell kezelnünk a kultúra és a pihenés összhangját. Derecske vonzó, élhető, környezeti gazdagságát vonzerőként kell bemutatnunk. Komfortérzetünk javításához nélkülözhetetlen a szórakoztató sportcentrum, a rendezvényház, a kertmozi, az élővilág tájtúra, és még sorolhatnám a terveket. A jó gazda gondosságával kell bánjunk Derecskével. Ezért kívánunk létrehozni közterületfelületet is, ami a derecskei általános és esztétikai higiéniai állapotával fog foglalkozni. A humán erőforrás fejlesztése is nagy hangsúlyt kell fektetnünk, hisz a beruházások szempontjából nagy befektetői aktivitást eredményezhet. Célunk az önkormányzat és a polgármesteri hivatal lakosságbarát, szolgáltatóbarát jellegének határozott erősítése, a nyitott a lakosság felé növeheti az egymás iránti bizalmat. Derecskéknek köszönöm, hogy bizalmat szavaztak nekünk. Ígérem, hogy a tudásunk legjavával szolgáljuk a településünk fejlődését, érdekeit. És most kezdjünk bele a munkába. Megállapítom, hogy 9 képviselő van jelen, a képviselőtestület határozatképes, az alakülődést megnyitom. A kiküldött meghívó alapján a következő szerint teszek javaslatot az alakülődés napirendi pontjának elfogadására. 6 napirendi pontot teszek javaslatot. Az első napirendi pont az önkormányzati szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet felülvizsgálata. Második, alpolgármester megválasztása, eskütétele.
harmadik polgármester illetvényének költségtérítésének idegennyelvi tudáspótlékának megállapítása, negyedik az alpolgármester illetvényének költségtérítése és idegennyelvi tudási pótlékának megállapítása, az ötödik a bizottságok tagjainak megválasztása, bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele, a hatodik az önkormányzati képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapítása. Egyes napi rendi pontunk. Az önkormányzat működésének egyik legfontosabb jogszabályi alapja a szervezet és működési szabályzat. A Magyarország helyi önkormányzathoz szóló 2011 évi 189-es törvény 43. paragrafusa 3. bekezdése kimondja, hogy a képviselőtestület az alakuló vagy az azt követő ülésén az MÜTV szabályi szerint megalkotja vagy felülvizsgálja a szervezet és működési szabályzatról szóló rendeletét. Ezt kell ma megtennünk, és az alakulésen el kell végezni ezt. A polgármester jogállásról, az alpolgármesterek számának jogállásának meghatározásáról és a bizottsági szerkezet meghatározásáról fog szólni ez a módosítás. Képviselőtársaim az SZNS módosításról szóló rendelettervezetet előzetesen megkapták, és felkérném a jegyzőasszonyt, hogy ismertesse részletesebben ezt a módosítást. Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket és a megválasztott képviselőtestület tagjait. Próbálom röviden összefoglalni az SMS-nek a módosítását. Ugye jelenleg három fő ok indokolta az SMS bemódosítását. Egyrészt a későbbi napirendi pontoknak a megtárgyalása. Másrészt a Hajdúbihar megyei kormányhivataltól kaptunk egy szakmai segítségnyújtást, amelyben a kormányhivatal négy ponton kérte a rendeletünknek a módosítását, és azt gondoltuk ugye, hogy most ezzel az SMS módosítással ezt meg is tesszük. Harmadrészt pedig ugye az idő folyamán bekövetkeztek olyan változások, ami szintén a rendeleten történő átvezetését indokolja. Próbálom úgy rövidre venni, mert elég sok a módosítás és a főbb dolgokat kiemelni. Korábban az önkormányzatnak telephelyei kerültek bejegyzésre a törzskönyvi nyilvántartásba, és ez megjelent az SMS módosításban. Mégpedig ilyen telephelyek vannak még a rendeletünkben, hogy Balatonalmádi, Mezőkovácsháza, Bán, Horváti, ugye ezek egy pályázat kapcsán merültek föl korábban, a pályázatunk nem nyert, tehát ezeket a telephelyeket törölni szükséges, tehát az önkormányzatnak telephelye nem lesz, csak SMS, vagy székhelye, ugye az itteni székhely. A kormányhivatalnak volt az a szakmai állásfoglalása az önkormányzati törvény alapján, hogy a társulásra vonatkozóan is kell, hogy tartalmazzon a rendeletünk bizonyos némiki szabályozást. Ugye én egyeztettem a kormányhivatallal, nagyon kis minimális szabályt tettünk bele az SMS-be, mégpedig kinyilvánítjuk azt, hogy társulásban ugye részt vesz az önkormányzat. A társulásoknak a felsorolását a hármas függelékbe tettük bele, és ugye hivatkozunk a működésre, a társulások működésére, amit ugye nem ez az SMS szabályoz, hanem külön társulási megállapodásokban, tehát ennyi előadó a társulásokra vonatkozó szabályozást tekintve. Szintén a kormányhivatalnak a felhívására kellett egy módosítást beletenni, ugye ez éppen a mostani alapülésnek a kérdésköre. A mi rendeletünkben az szerepelt, hogy a választás követő 15 napon belül kell megtartani. Ez ugye nem nincs összhangban a magasabb szintű jogszabállyal, hiszen a választás jogerős eredményét követő 15 napon belül kell egyébként az alakuló ülést megtartani. A következő fő szabály. Igen, az egy apró kis módosítás, ugye eddig három példányban készítettük el a jegyzőkönyveket, egy jó pár éve már egy példányban készítjük el eredetileg, és az eredetben, és ugye a Hajdúbihar megyei kormányhivatal felé pedig elektronikusan küldjük, tehát ezt is ugye leszögeztük az SMS-ben. A következő szintén a kormányhivatalnak a felhívására történt, mégpedig abban az esetben, hogyha a képviselő, valamelyik képviselő testületi tagnak az összeférhetetlenségének a kimondására kerülne sor, és emiatt ugye a tisztségének a megszűnésére kerülne sor, akkor az adott képviselő kérheti a képviselő testületi határozatnak a felülvizsgálatát, és a mi jelenlegi rendeletünkben a törvényszék szerepel, viszont a közigazgatási munkaügyi bíróságtól lehet ezt kérni. Bízunk azért, ilyen nem lesz, nem kerítünk sort. Szintén a kormányhivatalnak a felhívására kerül módosításra az a szakasz,
ami a bizottság tagjainak a döntéshozatalból való kizárásáról szól, ugyanis az elnök esetében ugye az volt a szabályozás eddig, hogy a polgármester dönt, de nem a polgármester dönt egy bizottsági tagnak a döntéshozatalból való kizárásáról, hanem a bizottság majd, ha ilyen esetleg fölmerül, tehát ez is korrigálásra került, kihúztuk, hogy az elnök tekintetében a polgármester dönt. Az SMS tartalmazza azokat a gazdasági társaságok felsorolását, amelyekben az önkormányzat tagként van jelen, és ugye itt is már elavult bekezdések vannak, hiszen például az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési ZRT-ben a tulajdonrészünket eladtuk, tehát töröltük. A Hajdú-Bihar megyei, vagy a Hajdú-Bihari önkormányzatok vízmű ZRT végelszámolás alatt, végelszámolással megszüntetésre került, tehát már nem létező cég, töröltük. A Hajdúsági Sütőtég ZRT-ben lévő részesedésünket eladtuk. Tehát ezt a három céget ugye a felsorolásból töröltük, viszont beemeltük újként, ami nem volt eddig a rendeletünkben, a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT-t, hiszen az önkormányzat még tulajdonrésszel rendelkezik, illetőleg a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft-t, amelyben szintén tulajdonrészünk van. Ezeknek a társaságoknak az SMS-ben való megjelenítése abból a szempontból fontos, hogy polgármester urat a képviselőtestület ugye az SMS-ben való szabályozás tekintetében felhatalmazza a szavazati jog gyakorlására az adott szervezeteknek a közgyűlésén. Jó. A következő, amikor ugye hivatkoztam, hogy a későbbi napirendi pontra tekintettel kell bemódosítani az SMS-ünket, ugye itt az alpolgármestere vonatkozó szabályozást alapvetően megváltoztattuk, ugye ezt a kiosztott anyagból minden képviselőtestületi tag láthatja, ugye itt a későbbi napirendi pontnál, hogy látjuk, hogy polgármester úr milyen formában tesz javaslatot az alpolgármester megválasztására. A jegyző vonatkozásában jelent meg egy új pont a önkormányzati törvényben a talált dolgokkal kapcsolatos feladatellátás terén, beemeltük az SMS-be. Jó, ennyi a fő módosítás. Köszönöm szépen, ha van kérdés, akkor szívesen válaszolok. Köszönjük szépen. Megkérdezem a képviselőtársaimat, hogy a rendelettervezethez kapcsolatban van-e valakinek kérdése vagy hozzászólása? Polkolábbjúla? A rendelettervezet tartalmaz egy főállású alpolgármesteri tisztség létrehozását. Mint ahogy tudjuk, Magyarország önkormányzati törvénye az rendelkezik a kötelező feladatokról, amit az önkormányzatoknak el kell végezni. Emellett a mindenkori képviselőtestület önként vállalt feladatokat is vállal, ami bekerül a szervezeti működési szabályzatba, és ez alapján működik. Egyik ciklusról a másikra döntően nem változik meg a munka. 1990 óta Derecskén főállású alpolgármester nem volt. Én mindig a költségtakarékos gazdálkodásnak voltam a híve, úgyhogy a rendeletmódosításban én nem támogatom a főállású alpolgármester riposztnak a létrehozását, tehát a beírását. Köszönöm. Köszönöm a hozzászólást. A változás természetesen mindig magyarázatra szorul. Javaslatom egy főállású alpolgármesterre fog majd, egy kicsit előbb utottunk, de már akkor válaszként ezt odafűzném. Javaslatom, hogy gyorsabb felül és gyorsabb gyarapodás szolgálja, mert egy megváltozott gyors dinamikus közeg vesz bennünket körül. Nem mindegy az, hogy miként és hogyan reagáljuk le ezt a dolgot. Ahogy említettem, Derecske fejlődésre van ítélve, és ez csak rajtunk múlik, hogy ez mikor következik be. A feladatok duplázódni, hatványozódni fognak az elkövetkező időszakban. Azt szeretném, hogy az alpolgármester csak a város ügyeivel foglalkozzon napi szinten 100%-ban. Illetve tudjuk jól, hogy nem csak 8 óráról, hanem akár 16-ról is van szó. És ugyanazok a törvényi normák is vonatkoznak a főállású alpolgármesterre. Amennyiben esetlegesen nem kap támogatást az a egy főállású alpolgármester megválasztása, számoljunk egy kicsit anyagi vonzatának ennek tekintetében. Mindenféleképpen szükségünk lesz olyan szakemberre, aki az ő feladatát, illetve amit rá akarunk bízni feladatot, el tudja látni. Ez már mai viszonylatban biztos vagyok benne, hogy a versenyszférából kell, hogy ilyen szakembereket elhozzunk ide. És ezeknek a bére betegszik, sőt, meghaladja azt a tiszteletdíjat, amit én javasolni fogok.
Erre térünk vissza majd a napirendi pont tárgyalásán, ami a következő napirendi pont lesz. Amennyiben ehhez több hozzászólás nincs, megkérdezem Lux Héderendre. Hát végül is az alpolgármester kérdésköréhez majd akkor szólok hozzá, amikor napirenden lesz. Viszont a harmadik paragrafus a hetedik oldalon azt a módosítást nem a kormányhivatali felhívásra tettük, vagy tesszük. Látszólag egyértelmű, ami a javaslat, viszont a 14. oldali indoklás szerint arról is szól ez a módosítás, hogy a korlátozás nélküli a bizottsági elnökök hozzászólása, ami azt jelenti, hogy akkor 5 személy korlátozás nélkül szólhat hozzá Derecske képviselőtestületből, 5. A polgármester, az alpolgármester, meg a 3 bizottsági tag, 4 pedig korlátozottan. Nem tartom jónak, azt tartanak, szóljon hozzá hosszabb ideig, ha szükségesnek látjuk, de nem korlátozás nélkül. Eddig nem volt a időre panasz, észrevétel, úgy, ahogy betartottuk, úgy, ahogy megsértettük, de tudomásul vettük rugalmasan és nagyon egészségesen, csak ennyi az észrevételem. Mint el lenne bújtatva. Köszönöm szépen. Jelző asszony. Én volt a hívás, nem, azt nem soroltam fel a módosítások között, de itt van, mert is benne cetli. Tehát az SMS-nek a 26. paragrafus 4-es bekezdésére azt szerint tennénk javaslatot, hogy kifejezetten csak a bizottság elnökei vonatkozásában ne legyen korlátozva az első hozzászólás joga, ami egyébként most 5 percben van lekorlátozva a jelenlegi rendeletünkben, és nem az egyéb személyeket illeti, mert csak a bizottság elnökeit. Ugye tudjuk a menetet, tehát amikor a bizottság elnökeinek kell előadni a testületi ülésen az adott napirendi pontról a bizottság véleményét, akkor ez ne kerüljön 5 percben korlátozásra, tehát amennyiben a bizottság elnöke el szeretné mondani. Tehát csak kifejezetten őket érinteni, ez a korlátlan hozzászólás joga. Közös nevezőn vagyunk. Igen, itt elhangzott alpolgármester, polgármester, tehát az első hozzászóló az a bizottság elnöke lesz továbbra is. De ha eddig el tudtam mondani az SMS szerinti időtartomban, emeljük meg 10 percre, 20 percre, de legyen egy korlát. Én azt javaslom. Ez a vita kérdésköre. Tehát eldönteni, hogy ki hogyan gondolja a képviselő. Köszönöm, mindenkit akartam. Egyéb hozzászólás valaki részéről, észrevétel. Amennyiben nincs, arra kérném képviselőtársaimat, hogy szavazzunk. Aki elfogadja ezt a módosítást, az kérem kézfeltartásra jelezze. Hat igen szavazatta, igen. Nem fogadja el, kérem az is jelezze. Tartózkodás. Jó, megállapítom, hogy a képviselőtestület 5 igen szavazat, 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 1 tartózkodással megalkotta a rendeletet. Kérem, rögzítsük az időpontot, hisz ez a későbbiek során fontos lesz. 16 óra 43 perc. Következő napirendi pontunk az alpolgármester megválasztása, eskütétele. Az MÜTV 74. paragrafusa első bekezdése alapján a képviselőtestület polgármester javaslatára titkos szavazással minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert vagy több alpolgármestert választhat. A képviselőtestület legalább egy alpolgármestert a saját tagjai közül kell, hogy megválasszon. Az alpolgármester megválasztásra vonatkozó szabályokat a segéletben ismertetésre kerültek. Javaslatot teszek Ács Dósa Mónika önkormányzati képviselő személyében főállású alpolgármester személyére. És akkor megkérdezem képviselőtársamat, hogy a napirend nyilvános tárgyalásába beleegyezik-e. És megkérem a képviselőtársamat, hogy javaslatommal kapcsolatban mondják le véleményeket, igaz, hamarabb megkezdtük ezt a dolgot, de hallgatom mások véleményét is.
Luxi rendelet képviselőtársam célzott rá, hogy a... Igen. Akkor kérem. Az álláspontom a következő, és ezt közöltem már azon a bizonyos nem hivatalos megbeszélésen is, hogy tekintettel arra, hogy semmit nem tudok rólad, Mónika. Gyakorlatilag, ha én igennel szavazok, akkor Bianco, ha nemmel szavazok, szintén Bianco, épp ezért tartózkodni fogok. De ezt szerintem már tudtad. Köszönöm a megértést. Békés egy kis Gabriella. És emiatt a főállású alpolgármester jogállása miatt voltak kételjeim az SZMSZ módosításával kapcsolatban. Úgy érzem, mint ahogy eddig is hangsúlyoztuk, hogy a meglevő vállalkozásaink, intézményeink is sokan köszönnek munkaerőnkkel. Úgy gondolom, hogyha őket ellátnánk megfelelő mennyiségű, minőségű szakemberrel, munkavállalóval, ők is hozhatnak a gazdasági fejlődést. Emellett nem lehet elmenni amellett, hogy Debrecen fejlődik, és befektetőket kell keresni. Én véleményem szerint egy derecskének a polgármester a legfőbb feje idézőjelben, és úgy gondolom véleményem szerint, hogy ő tudnak hatékonyabban tárgyalni, de ez az én véleményem. Ezért nem tudom én sem támogatni a főállású alpolgármester megválasztását. Nem a személy ellen van szó, hanem a jogállásáról. Köszönöm. Köszönöm a hozzászólást. Önmagam nem ismétem még egyszer. Diószegi József. Azért szólok hozzá, mert nekem volt szerencsém a kampány ideje alatt beszélgetni és több órát eltölteni, mint Mónikával, mint azokkal, akikkel együtt indultunk a Fidesz és a Keresztény Demokrata Párt jelöltjeként. Többször elhangzott, hogy Debrecen ilyen és olyan fejlődés előtt áll, ami ugye az elmúlt időkben is volt erről szó, hogy ilyen fejlődés, és ezt létrehozunk, és azt létrehozunk, de mint ahogy a tiszteletes úr elmondta, ember tervez, Isten végez. De most én is úgy látom, hogy és hallva Mónikától, hogy ő nem annyi munkát szeretne elvégezni, és ezzel nem lebecsülni kívánom az előttünk lévő alpolgármesterek munkáját, vagy keveselni akarom, nem annyi munkát szeretne elvégezni, hanem teljes erőbedobással, fiatalos rendülettel ezt a munkát úgy szeretné elvégezni, hogy ennek a következő években olyan látszatja legyen, aki mindenkinek a megnyugvására szolgál. Engem meggyőzött. Én a bizalmat megelőlegzem neki, és arra kérem a képviselő társaimat is, hogy támogassák a titulusát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Itt egy mondatot szeretnék, hogy ugye az önkormányzati törvény alapján az alpolgármester titkos szavazással kell megválasztani, és ugye minősített többséggel is. Ehhez kérem szépen, hogy ne képviselő tartsa magát. Köszönöm szépen. Nem Mónika személyével van nekem probléma. Mondom, én csak a takarékos gazdálkodás miatt nem szavaztam meg az SMS módosítást, és ezt sem fogom megszavazni. De azt is megígérem, hogy 2 év múlva, ha itt a fejlődés elindul, és tényleg úgy lesz, hogy polgármester úr mondta, de úgy is legyen, akkor én a nyilvánossága előtt fogom megkövetni, hogy rosszul döntöttem itt az alapuleülésen, és itt befártam akkor. Kis Csaba. Nem is tudom, hogy kellene. Nekem is voltak kétségeim a főállású alpolgármesterséggel. Döntésem most, hogy az SMS módosítást megszavaztam. Én is úgy gondolom, hogy a bér megalapításnál én viszont azt kérném, hogy az alapbérre kezdjük, mindenféleképpen, ha kezdjük is, és onnan lehet majd
fejlődni felfelé, és én is azon a vonalon vagyok, hogy ha remélem, hogy úgy is fog működni, de a polgármesternek a működése, hogy szeretnék polgármester úr is, és akkor én is teljes messzélesség ott leszek mindenben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egyéb hozzászólás? Csak egy megjegyzés, semmi több. Elhangzott, hogy mindenkivel több órával történt beszélgetés, akivel együtt indultál. Ez a kommunikációs hiba szerintem, mert egészen biztos, hogy nem csak azokkal beszélgetsz több órát, Józsi, akivel együtt indultál, hanem akár a városban, akár személy szerint velem, akár bárki mással, valószínű, hogy másabb lenne az én véleményem, illetve a tartózkodásra nem adnék okot, illetve többet tudnék rólad, Mónika, de hát így alakult, azt is magyarázat csak, hogy egyfajta kommunikációs hiba az, hogy akivel együtt indult, történt az indulás, azok mindent tudnak rólad, én meg semmit. Köszönöm szépen. Egyéb hozzászólás? 5 év alatt biztos vagyok benne, megismerjük egymást teljes mértékben, és ha nincs további hozzászólás, akkor szavazatszámoló bizottságot kell, hogy létrehozzunk, és erre tennék javaslatot. Elnökének Diószegi Józsefet javaslom, tagjainak Kis Csabát és Maklert Zsoltot. Aki ezzel egyetért, az kérem jelezze. Aki tartózkodik, 3 tartózkodással és 6 igennel az elfogadásra került. Arra kérném a munkatársainkat, hogy készítsük elő a titkos szavazást. Én elmondanék egy pár instrukciót, akkor a bizottság elnökének és a bizottság tagjainak ki kellene fáradni ide jobb oldalt az első irodába, hiszen titkos szavazással kell ugye megválasztani az alpolgármestert, és meg kellene tekinteni a szavazó urnát, hogy üresse, és utána pedig lezárni. Ugye szól az SMS-ünk szerint. Ugye ezt követően a bizottság tagjai itt az ajtóban megkapják a szavazólapokat a borítékkal együtt, és ki kellene osztani ugye valamennyi képviselőnek. Minden képviselő tagnak ugye egyenként kell bemenni majd az irodába, és ugye a voksot oda tenni a szavazólapra, és zárt borítékba kérnénk beletenni a szavazólapot, mert az SMS-ünk jelenleg így rendelkezik, és ezt követően, amikor a szavazás megtörtént, akkor a 3 főből álló szavazatszámláló bizottság összeszámolja a szavazatokat, erről egy jegyzőkönyvet kell kiállítani, a kolléganő segíteni fog a jegyzőkönyv kitöltésébe, és annak az eredményét pedig a szavazatszámláló bizottság elnöke beérkezésekor akkor ismerteti. A bizottság az urnát megtekintette, üres volt, aztán lepecsételtük. A szavazó lapon a jelölt nevet található, és ezt a előtte lévő körben egy határozott X-el kell a szavazatot megtenni. Köszönöm szépen, és akkor a szavazásra elkezdeni. Ezt szeretném mondani, hogy megvizsgáltuk a szavazatokat. Az urnában 9 érvényes szavazat volt, ebből 6 igen és 3 nem szavazat. Tehát így Ács Rózsa Mónika alpolgármester a képviselőtestület megválasztotta alpolgármesterré. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Én is ismertetném akkor a határozatot. Derecskeváros Önkormányzat képviselőtestülete. Figyelem a magyarországi helyi önkormányzatról szóló 2011 évi 189-es törvény 74-es paragrafusa 1-es bekezdésében, valamint az önkormányzati szervezeti működési szabályzatról szóló 11/2013 önkormányzati rendelet 64-es paragrafusa 1. bekezdésében foglaltakra, a polgármester javaslatára saját tagjai közül titkos szavazással Ács Rózsa Mónika önkormányzati képviselő főállású alpolgármesteré megválasztotta. Megkérem a megválasztott alpolgármestert, hogy az eskü letételéhez fáradjon ki. A jelenlőket pedig megkérném arra, szíveskedjenek fel az eskü idejére. Én Ács Rózsa Mónika Piroska. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Hogy Magyarországhoz. És annak alaptörvényéhez hű leszek.
Jogszabályait megtartom. Jogszabályait megtartom. És másokkal is megtartatom. És másokkal is megtartatom. A polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat. A polgármesteri tisztségemből eredendő feladataimat. Derecske fejlődésének. Derecske fejlődésének. Előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Előremozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet. Tisztségemet. A magyar nemzet javára gyakorlom. A magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segíjen. Isten engem úgy segíjen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Foglaljunk helyet. Hármas napirendi pontunk a polgármester illetményének, költségtérítésének és idegen nyelvi tudási pótlékának megállapítása. Ez is az alapülésünknek a kötelező napirendi pontja. A megállapításra vonatkozó szabályokat segédanyag, amit megkaptak a képviselők, tartalmazza. Ez a polgármesteri illetmények a költségtérítésének mértékét az MIPTV 71. paragrafusa szabályozza, és ez a képviselő, ez a határozat egy deklaratív jellegű, hisz az illetmény mértékét az államtitkár illetményhez, illetve a lakosság számhoz kell igazítani. Ez Derecskére vonatkozóan az államtitkár illetmények 60%-ával megegyező, illetve a polgármester havonta az illetmények 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosul. Ez törvény írja le, ez az előbbiben ismertetett szabályok alapján javaslom a képviselőtestületnek, hogy a polgármester illetményét havi bruttó 598.300 forint összegben állapítsa meg. Figyelemmel a KTTV 131 paragrafus 1-es bekezdésében foglalt kerekítési szabályokra. A napirendi pont nyilvános tárgyalásába beleegyezem, a döntéshozatalnál személyes érintettségimet bejelentem. Kérem a képviselőtestületet, szavazon arra vonatkozóan, hogy személyes érintettségemet megállapítja-e, és a döntéshozatalból kizár-e. Tehát, hogyha a döntéshozatalban szerepeljek, akkor nemmel kell, hogy szavazzunk, ha ne szerepeljek, akkor pedig igen, ez egy ilyen fordított kérdés. Kérem, szavazzunk akkor erről a kérdésről. Aki a döntéshozatalból kizár engem, azt kérem készfeltartásra jelezze. Aki a döntéshozatalból nem zár ki engem, azt kérem jelezze. Szemmel látható többséggel, 9 igen szavazattal. Ezt elfogadtuk. Tehát szavazásra bocsájtom azon javaslatot, miszerint a főállású alpolgármester illetménye havonta bruttó 598.300 forint összegben kerüljön megállapításra. És kérem akkor ez ügyben is szavazzunk. Aki ezt elfogadja, kérem készfeltartással jelezze. Nem szavazat, tehát tartózkodás. Megállapítom, hogy 8 igen és 1 tartózkodással a határozati javaslatot a képviselőtestület elfogadta. Ugyanennek a pontnak egy második része. Az előbbiekben ismertetett szabályok alapján a polgármester költségtérítésének megállapítására kérem a képviselőtestületet. Javaslom, hogy a polgármester költségtérítését havi illetményének 15%-ában, azaz 89.745 forint összegben állapítsa meg. Ismételten a döntéshozatalon a személyes érintettségemet bejelentem, és kérdezem a képviselőtársaimat, hogy szavazzanak erre a dologról. Tehát érintettségeket megállapítják-e? Aki megállapítja, azt kérem jelezze. Aki a döntéshozatalból nem zárna ki, azt kérem jelezze. Szemmel láthatóan 9 igen, 0 ellenszerződés, 0 tartózkodással a határozatot elfogadtuk. Tehát szavazásra bocsájtom azon javaslatot, miszerint a főállású polgármester részére havonta 89.745 forint összegű költségtérítés kerüljön megállapításra. Aki ezt elfogadja, kérem készfeltartással jelezze. 8 igen szavazattal, nem szavazat, tartózkodás. Egy tartózkodással a képviselőtestület ezt elfogadta. A napirendi pontunk következő pontja. A főállású polgármesternek alkalmazni kell a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény egyes rendelkezését, így az idegen nyelv tudási pótlékra vonatkozó szabályokat is. A polgármester angol nyelvből komplex alapfokú nyelvvizsgával rendelkezik, így a polgármester hivatalban alkalmazott illetményre 15%-nak megfelelő összegű, azaz havi 7.950 forint nyelvvizsga pótlékra jogosult, annyi jogon.
a nyelvvizsga pótlék megállapítására vonatkozó részletesebb szabályokat a kiadott segédanyag tartalmazza. Döntéshozatalnál személyes érintettségemet ismételten bejelentem. Kérem képviselőtestületet szavazzon arra vonatkozóan, hogy személyes érintettségemet megállapítja-e, döntéshozatalból kizár-e. Kérem kézfeltartással jelezze, aki nem. És kész kérném azt, aki nem zár ki, az jelezze. Megállapítom, hogy nulla igennel és 9 nem szavazattal elfogadásra került, nem lettem kizárva a döntéshozatalból. És arra kérném akkor a képviselőtársaimat, hogy az előbb említett főállású polgármester részére havonta 7950 forint összegű idegen nyelvi tudási pótlék kerüljön megalapításra. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. Aki nem elszavazott, tartózkodás. Megállapítom, hogy 8 igennel, 0 ellenszavazat és 1 tartózkodással a képviselőtestület ezt a határozatot elfogadta. Térjünk a 4-es napirendi pontunkra, az alpolgármester illetményének, költségtérítésének és idegen nyelv tudási pótlékának megállapítására. A főállású alpolgármester illetményének megállapítására vonatkozó szabályokat a kiadott segédanyag csak tartalmazza. A főállású alpolgármester tiszteletdíját a képviselőtestület állapítja meg úgy, hogy az nem haladtatja meg a polgármester illetménye 90%-át, azaz 538.470 forintot. Viszont én nem erre teszek le javaslatot, hanem a főállású polgármesternek a 70%-ában állapítanám, tennék javaslatot, ami 418.800 forint. Azt kérdezném a polgármester asszonytól, nyilván most tárgyalásba beleegyezik-e. Köszönöm. Kérem a testületet, szavazzon arra vonatkozóan, hogy Ács Dósa Mónika főállású alpolgármester személyes érintettségét megállapítja, és az illetményének megállapítása vonatkozó döntéshozatalból kizárja-e. Kérem, aki így gondolja, az jelezze. Aki nemmel szavazik. Szemmel látható többséggel. 0 igennel, 9 nem, mert nem zártuk ki a döntéshozatalból. Tehát javaslom, hogy Ács Dósa Mónika főállású alpolgármester illetményének 70%-ában kerüljön megállapításra. Megkérem képviselőtársimat, hogy javaslatommal kapcsolatban mondják el a véleményüket. A véleményüket már elmondták, de ha van még hozzá szólás, várom képviselőtársaimtól. Amennyiben nincs, feltenném szavazásra. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. Nem elszavazott? Tartózkodott? 6 igen szavazattal, 2 ellen szavazattal, 1 tartózkodással a határozat elfogadásra került. Ez kevés, nem? De bocsánat, 2 igen, igen, igen. Következő pontja ennek a napirendi pontunknak, az emlőtégi szabályi szerint a főállású alpolgármester havonta az illetmények 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. A segédanyag ezt tartalmazza ennek a számítási módját. Javaslom Ács Dósa Mónika főállású alpolgármester költségtérítésének havi illetmények 15%-ában, azaz 62.821 forint összegben állapítsa meg a képviselőtestület. A személyes érintettség igen, kapcsolatosan kérem, hogy a szavazást megint csak értsük meg, és kérem a képviselőtestület szavazon arról, hogy az alpolgármester személyes érintettségét megállapítja, és a költségtérítésének megállapítására vonatkozó döntéshozatalból kizárja-e. Aki nemmel szavaz? Tartózkodás? Nem zártuk ki a döntéshozatalból. Szavazásra teszem fel. Előzőben elmondott javaslatom alapján a főállású alpolgármester költségtérítésére megállapításra vonatkozóan. Kérem, aki ezzel egyetért, az jelezze. Aki nemmel szavazott, aki
tartózkodott. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 6 igen szavazattal, 2 ellen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta a határozati javaslatot. A következő pontunk a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény alapján a főleső alpolgármester jogállással, a polgármester jogállással vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Így idegen nyelvi tudási politikára vonatkozó szabályokat is. A főállású alpolgármester részére 31.800 forint összeg idegen nyelvi tudási pótlékot javaslok megállapítani, mivel középfokú német nyelvvizsgával rendelkezik. A számításra vonatkozó szabályokat természetesen a kiadott melléklet tartalmazhat. Kérem a képviselőtestületet szavazzon arra vonatkozóan, hogy a főállású alpolgármester személyes érintettségét megállapítja, a döntéshozatalból kizárja. Készfeltartással jelezze, aki így gondolja. Aki nem így gondolja, kérem készfeltartással jelezze. Tartózkodás nem volt. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 0 igennel, 9 ellenszavazattal és 0 tartózkodással nem zárta ki a szavazásból. És szavazásra bocsájtom azon javaslatot, miszerint a főállású alpolgármester részére, ha mondta 38.100 forint összegű idegen nyelv tudási pótlék kerüljön megállapításra. Aki ezzel egyetért, kérem jelezze. Aki nem elszavazott, kérem jelezze. Aki tartózkodik. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 1 tartózkodással elfogadta a határozatot. Térjünk át a következő napirendi pontunkra. A bizottságok tagjainak megválasztása, a bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele. Az SMS-ünkben 3 állandó bizottság működését szabályozza az SMS-ünk. Ezek a pénzügyi és településfejlesztési bizottság, kulturális, oktatási, ifjúsági és posztbizottság és szociális bizottság. Az előzőekhez képest az előző ciklushoz is hasonlóképpen ugyanazok a bizottságok fognak szerepelni. Itt a bizottság elnökének és személyes bizottságot tagjaira következő javaslatot teszem. Az SMS szerint 7 főből álló pénzügyi és településfejlesztési bizottság elnökének Maklej Zsolt önkormányzati képviselőt, tagjainak Kis Csaba önkormányzati képviselőt, Luxéder Endre önkormányzati képviselőt, Porkoláb Gyula önkormányzati képviselőt és Csécsi Istvánt nem önkormányzati képviselőtagot, Kis Gyulát nem önkormányzati képviselőtagot és Nagy Sándort nem önkormányzati képviselőtagot bocsátom szavazásra. Kérem, aki ezzel egyetért, készfeltartással jelezze. Szemmel látható többség. Köszönöm, megállapítom, hogy a képviselőtestület 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodással elfogadta a határozatot. Következő pontunk, az 5 főből álló kulturális és oktatási, ifjúsági és sportbizottság elnökére és tagjára következő szerint teszek javaslatot. Elnöke Zsáka Ildikó, tagjai Békésini Kis Gabriella, Maklej Zsolt, nem önkormányzati képviselőtagok Markovics Sándor és Tóth Bertalan. Aki ezzel egyetért, kézzel szavazásra bocsájtom, és aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. Szemmel látható többség, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a testületünk a határozatot. Az 5 főből álló szociális bizottság elnökére és tagjaira a következők szerint teszek javaslatot. Elnöke Diószegi József, tagjai Békésini Kis Gabriella, Kis Csaba, nem önkormányzati képviselő tagok, Farkas Sándorné és Zákány Csaba. Szavazásra bocsájtom, aki ezzel egyetért, kérem készfeltartással jelezze. Szemmel látható többség, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta a testület. A bizottságok nem képviselő tagjai megválasztásokat követően esküt tesznek a képviselőtestület előtt. Megkérem a bizottságok és nem képviselő tagjait, hogy az eskü tételéhez fáradjanak ki, a jelenlőket pedig arra kérném, hogy szélskedjenek felállni az eskü tételéhez. Én, Tóth Bertalan. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Hogy Magyarországhoz, Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. És annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom. Jogszabályait megtartom. És másokkal is megtartatom. És másokkal is megtartatom. Bizottsági tagi tisztségemből eredő feladataimat.
bizottsági tisztségemből eredő feladataimat. Derecske fejlődésének. Derecske fejlődésének. Előmozdítása érdekében lelkismeretesen teljesítem. Előmozdításának érdekében lelkismeretesen teljesítem. Tisztségemet. Tisztségemet. A magyar nemzet javára gyakorlom. A magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segélyen. Isten engem úgy segélyen. És akkor megkérném, hogy egyesében fáradjanak ki, és akkor Csécsi István. Farkas Sándorné. Igen, természetesen. Kis Gyula. Markovics Sándor. Nagy Sándor. Tóth Bertalan. Elérkeztünk a mai ülésünk az utolsó napi rendi pontjához, amely az önkormányzati képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapítása. Az MÖTV 35-ös paragrafus 1-es bekezdése szerint a képviselőtestület az önkormányzati képviselőknek, a bizottsági elnököknek, a bizottság tagjának rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeli juttatást állapíthat meg. Az MÖTV nem határozza meg a tiszteletdíj mértékét. Az önkormányzat jelenleg hatályos a települési képviselők és a képviselőtestület bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 8/2011 önkormányzati rendelete szabályozza tiszteletdíjak mértékét. Javaslom, hogy az önkormányzati képviselők tiszteletdíja havonta továbbra is 60 000 forintba kerül megalapításra. Javaslom továbbá, hogy az önkormányzati képviselő, amennyiben bizottság elnöke is, úgy havonta további 25 000 forint összegű tiszteletdíjban részesüljön. Amennyiben az önkormányzati képviselő bizottságban tag, úgy a képviselő tiszteletdíjon felül további 15 000 forint per hó összegű tiszteletdíj megállapítását javaslom. A nem önkormányzati képviselőbizottsági tag tiszteletdíját 20 000 forint per hó összegben javaslom megállapítani. Képviselőtársaim az előbbiekben ismertetett javaslatot tartalmazó rendelettervezetet előzetesen megkapták. Megkérdezném, hogy van-e vélemény vagy hozzászólás ehhez a napi rendi ponthoz. Polkaráb Gyula. Hát volt egy egyeztetés múlt héten, és azt tudni kell mindenkinek, hogy ez a bizottsági díj, ez egy minimális 5000 forintos emelés a 5 évvel ezelőtti, tehát 5 éves ciklus után 5000 forinttal emelkedik a bizottsági tagoknak a díj a polgármester úr javaslatára. Ez úgy gondolom, hogy még a infláció mértékét sem követi. Viszont nekem az volt akkor is a véleményem, és ezt nem változtatom meg most sem, mivel Mónikánál költségtakarékos gazdálkodás miatt nem szavaztam meg, így én most ezt sem szavazom meg, emiatt köszönöm. Köszönöm a hozzászólást. Más hozzászólás képviselőtársaim közül. Amennyiben nincs, akkor szavazásra bocsájtom. Aki támogatja és elfogadásra javaslat, kérem jelezze kézfeltartásra, igen, elszavaz. Aki nem elszavaz, tartózkodás. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 7 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal
tartózkodás nélkül a rendeletet, meg a határozatot megalkotta. És ezennel bezárom az ünnepi ülésünket. Jó munkát, jó egészséget kívánok mindenkinek. Mi is elkezdjük a munkát, és hajrá Derecske! Köszönöm, hogy itt voltunk.